az elődöntő második mérkőzése a Ferencváros és a Csíkszereda között. A párharc az egyik fél negyedik sikeréig tart, 1-0-ra vezet a Csíkszereda. Hú, ez pedig nagyon veszélyesen pattogott ott kapus előtt. Laporte lövését blokkolják, aztán egy újabb lövés. Nem sikerült beleérni senkinek, itt viszont Laportnak már igen. Remek visszatett korong, és megszerzi a vezetést a Ferencváros. A harmadik nagy helyzetét már kihasználja a Fradi. És a 8. percben 1-0 Laporte góljával. Ebben a párharcban az első gólját szerzi. A negyed döntőben egyébként 4 gólja is volt. Itt is van, bent vannak a Fradi harmadában. Lövés azonban nem lett belőle, kiegészült a Ferencváros. Tóth Addián visszajött, és már is Laportot hozta játékba. Laporte lövje, gól! 2-0 a Ferencvárosnak, amint kiegészül a zöld-fehér együttes. Tóth Adrián a padról visszatérve adja a gólpaszt, a büntető padról visszatérve, és Laporte második gólja. 1-14-jel a harmad vége előtt. Be tudja vinni most a zöld-fehér együttes a korongot szered a harmadába. Márván, Nagy Gergő, ott a harmadik! 3-0 a Ferencváros javára, Nagy Gergő! És villám gyorsan, 32 másodperc alatt az ember előnyét gólra váltja a Ferencváros. Mert talán inkább cserélni fognak majd a zöld-fehérek. Egyelőre még tartják a korongot, most már a szeredai harmadban. Micsoda hibák, Levintól, ott van a negyedik. Nemec a gólszerző. Szűk egy perc alatt 2 gólt szerez a Ferencváros. Ez óriási védelmi hiba volt a Csíkszeredától. Az első kettős emberelőnyből még komoly helyzetig sem jutott. A Szereda, Sofron hagyja el az ütőjét, és aztán utána korcsolyával elrúgta még. Bredi azonban eléri, és belövi! Kettős ember hátrányban szerez gólt a Ferencváros. 2:33-mal a második harmad vége előtt kimerem jelenteni, hogy vége eldőlt. Hát nem, hogy ember előnyben nem szerez gólt a Csíkszereda, de eladja a korongot. Megindul Bredi, és beveri. Ember hátrányban. Mostan jöhet az első kiállított szeredai Kubác vissza a jégre, Kestila. Kestila belövi még a kettős előnyt, bár ez lehet, hogy már nem az volt, mert Kubát a jégre belépett, de teljesen mindegy igazából. Újabb ember előnyös gól a Ferencvárosnak. 6-0. Lehetett volna rosszabb is, hogyha Béja egyenlít. Na, ott a szépítés, Casaneanu. 6-1. 3:29-el a vége előtt. Mindjárt mosolygósabbak azok a szemek. Laporte 2 gólos, Nagy Gergő, Nemec, Bredi és Kestila, még a Fradi gólszerzői, Nagy Gergő és Kestila ember előnyben. Bredi ember hátrányban volt eredményes, és a szépítő gól 3,5 perccel a vége előtt jött Casaneanutól.